elkezdett nekem mondani, hogy mi van Borisz, baszd meg. Ja, veszed, veszed, baszd meg. Jelenleg Londonban vagyunk a Dungaree zenekarra, és azért vagyunk itt, mert most vesszük fel a legújabb nagylemezünket. Just bring in the stuff and we'll see what you want to use. Nagy megrökönyödés volt már az is, hogy beléptünk a stúdióba. Szinte érezni lehet a 60-as éveknek az illatát. Ez a stack, ez a cucc, ez a BBC-ből származik, onnan mentette meg a Liam. Azért vagyunk itt, mert valamit máshogy akartunk csinálni, mint amit eddig csináltunk. A hangszereinket is lecseréltük, máshogy szólunk, más jellegű dalokat is írtunk, és ehhez másfajta felvételi metódus is szerettünk volna. A menedzserünk Tomi dolgozott már Liammel korábban, még egy 2 évvel ezelőtt telefonbeszélgetés során elhangzott ez, amikor még alig ismertük egymást, hogy mi egyszer ide ki fogunk jönni, és itt fogunk stúdiózni. És ez, hát lám, megtörtént, itt vagyunk. Úgy voltunk vele, hogy most vagyunk olyan helyzetben zenekarilag, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és megbeszéltük, hogy meg fogjuk csinálni, és megcsináltuk. Egybe kellett projektálni az egész lemezt, és ez számunkra nagyon különös volt, mert ilyet még soha nem csináltunk. Baromi izgalmas. És sokkal jobban összehozta a zenekart is, meg a zenét is ez az egybejátszás. Megvan ez a feelingje, meg íze, meg bűze, ami ezt az egészet körül lenni. Négyen bementünk a stúdióba, és feljátszottuk egyben a dalokat. Ez így nézett ki. Utána nyilván hangszeres részek azok gyakorlatilag így maradtak, így a 3 hangszer együtt. És utána Gergő egyedül fölénekelte még pluszba az éneksávokat. És amellett, hogy ugye 2-szer felénekeltem a sávokat, most kitaláltunk vokálsávokat is. Dominikkal agyaltunk harmóniákon, hogy vajon miket lehet belerakni, és aztán később refrénekbe, verzékbe. Nem túl sok mindent, tehát valamikor csak 1-2 szóra terceltünk, printeltünk. Az ének felvételeknél ott végig ott voltam is segítettem Gerinek, hogy
hogy gördülékenyen menjen fel a dolog, és sokszor beénekeltem vele. Mia, 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 mo. Mia, 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 mo. I wouldn't have said it was a particularly hard recording. There was some work to be done with the vocals sometimes. You know, there were some lines which were a bit hard to understand. So, but I wouldn't have said anything was particularly hard. They were a good, tight band and they rehearsed and they knew what they were doing. So it wasn't, there was no hard work for me. Fölfűzött kettő ekkora szalagot, így s így tekerét csinálja, hogy meg ülünk az ajtóban, mert be sem mertünk menni, meg kérdezni bármit is tőle, hogy mi van, mert elküldött volna minket a picsába valószínűleg. És csinálja, 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 telik az idő, Dominikék lejátszották a sok partit addigra, lejönnek, mi még most mi van, kérdezik, nem, közös, így fogalmam kicsit, hogy mit csinálom, az atmoszférát, azt mondta. Én úgy hallottam, hogy a pokol legmélyebb bugyraiból előkerültek a leviatánok, meg hasonló ősi lények. Előmásztak, megfogták a torkunkat, megszorongatták, de addig, amíg tényleg az összes levegő kifolyik belőlünk, aztán visszamentek, és vége lett a számla. You are impressed. I think it's going to be good. Yeah, I think it's nice. Úgy döntöttük, hogy a legújabb számokat, amiket most felvettünk a stúdióban, kiegészítve egy-két régebbi, húzósabb dallal, eljátsszuk az angol közönségnek, és négy állomáson keresztül próbáljuk meg lecsavarni az angol fiatalok fejét. Greenwichben vagyunk. Nagyon sok helyet kerestünk parkoló helyet, hogy most együnk egyet. Mindenkinek elmondom, hogy van még kettő darab advisor itt lent a kiúrban. Tegnap a Borisznál játszottunk Greenwichbe, de alapvetően kurva jó volt. Volt egy csávó, aki pólót vett tőlünk, és mikor megláttam az egyiket, meg a másikat, mondtam, hogy mindkettőt tetszik, már én mondtam volna, hogy hát meg mindkettőt.
Erre fő magától mondta, hogy megveszi mindkettőt. Ma meg menjünk megszereltetni az autót. Ide találtunk nagy nehezen, bementünk egy másik helyre először, de az nem az volt, ahol kellett volna. Most megkeressük a szerelő kollégát, aki elmondja, hogy mi a tényállása gép állattal. Valószínűleg semmi. Kötelező boldognak lennünk. Nem, ez fordítva. Tegnap voltunk megnézni a British Múzeumot, és zseniális volt. Végigfotoztuk az egész 9. történelemkönyvet. Aztán meg itt aludtunk Tomi egyik haverjáiknál, király volt minden. Úgyhogy ennyi volt a tegnapi napunk, ma megmegyünk Brightonba. Vagyunk Miami Beach-en, Venice Beach, nem, Brighton, ott a tenger, arra. Kurva jó buli lesz. Tegnap Brightonban játszottunk, elég jó volt, nagyon hangulatos kis helyen voltunk, nagyon hangosak voltunk, most pedig itt vagyunk a píren. A háttérben az emberek azok megőrülnek teljesen. Ez egy nagyon szép környék. A hanyatló nyugat egyik bástyája. Guildfordba fogok ma játszani, és a város legöregebb kocsmája gyakorlatilag a helyszín. És most pedig itt vagyunk a Fembromkertben, a páfrány fenyő alant. De ez nem páfrány fenyő, éppen ezzel vitatkoztunk. Mi a franc lehet? Ez páfrány fenyő. Aki tudja, az megoldás, a megoldás kommentben nyugodtan. 60
borzasztó volt a koncert. Nagyon sokszor elbasztuk, és amúgy is szar volt a hangulat. Kevés ember volt, nem mulattam. Nagyon mulattam. Egyszerűen baszki kurva jó volt. Álmos. Ambuka. Ambukában utolsó állomásunk ezen a remek és kiránduláson, és ennyi. Ambuka. Sunday morning, yeah, yeah. It's not easy, yeah. I'm easy like Sunday végeztünk, lement az utolsó koncert, akkor látszik, hogy holnap megyünk haza. Szia Tomi! Viszlát gondolnál látni. Kinek nincsen? It's like Sunday morning. I wanna be high, so high. I wanna be free to love the things I do alright. Atya magyar Mike Patton bozzuk. I wanna be free. Szóval, hogy is vagytok így ezen a tengeri utazáson? Nem is vagyunk egészen jó. Hogy is lehet minket? Hogy is lehet? Finom étkény, kégy, ki úgy. Finom étkek, gyönyörű idők. Kell valami. Borisz? Minden oké. Király. Ennyi?